Mark Spector, vagyis Moon Knight, magyarul Holdlovag, a Marvel Comics egyik legkülönlegesebb hőse, akit hamarosan egy sokkal nagyobb közönség is megismerhet, hiszen indul a karakter Disney Plus-os tévésorozata Oscar Isaac főszereplésével. Spector jómódú zsoldos volt, aki meghalt volna a sivatagban, ha nem menti meg őt Honsu, az egyiptomi holdisten. Életért cserébe pedig Honsu szolgálatába kellett állnia. Holdlovag először a Werewolf by Night képregény sorozat 32. számában bukkant fel. Hosszú képregényes múltra tekint tehát vissza ez a karakter, ezért bőven van mit mesélnünk róla. Mivel nem tartozik a Marvel legismertebb hősei közé, nem árthat tisztában lenni a hátterével azelőtt, hogy az embere elkezdi nézni az új tévésorozatot. Ez a videó pontosan ebben fog segíteni nektek, de mielőtt még belevágnánk a mesélésbe, ha eddig esetleg nem tettétek volna, gyorsan iratkozzatok fel a csatornánkra! Mark Spector Chicagóban született, édesapja rabbi volt, aki a nácik elől menekült el Csehszlovákiából. Öccsével, Randall Spectorral emiatt folyamatosan atrocitásoknak voltak kitéve az iskolában, a kistesót mindig Marknak kellett megvédenie. Apjuk azonban egyáltalán nem örült annak, hogy idősebbik fia ennyire erőszakos természetű. Mark még tiniként jött rá, hogy a család egyik barátja, Yitz Perlman rabbi valójában egy Ernst nevű náci dezertőr, aki titokban zsidókat öl. A fiúnak ekkor életbe léptek az önvédelmi mechanizmusai, így meg tudott szökni a sorozatgyilkostól, de a trauma hatására disszociatív személyiségzavar alakult ki nála. Másodlagos személyiségei fejlődtek ki, ezek közül a két legismertebb, Stephen Grant, a milliomos, és Jake Lockley, a taxisofőr. Édesapja döntése alapján Mark kórházba került, ahol pszichiátriai kezelésnek vetették alá. Honsu Isten már ekkor elkezdett beszélni hozzá. Apja halálakor Mark elhagyhatta az intézetet, hogy részt vegyen a temetésen. Honsu azonban ismételten megszólította, az ifjú pedig elrohant az éjszakába. Később tengerészgyalogosnak állt és 3 évet szolgált. Második iraki turnusa alatt elkezdtek gyanakodni a felettesei furcsa viselkedése miatt, hamar fény derült a múltjára, ezért elbocsátották. Ezt követően a CIA-nál kezdett el dolgozni, majd zsoldosnak állt. Egy Frenchy Duchamp nevű idegen légiós lett a legjobb barátja. Együtt vettek részt bevetéseken Afrika szerte. Egyiptomban találkoztak egy Raoul Bushman nevű fickóval, akivel Észak-Szudánba utaztak, az egyiptomi határ közelébe. Itt egy régészeti ásatáson ütöttek rajta, ám Mark Bushman ellen fordult, amikor az megölte az archeológusok vezetőjét. Bushman a főrégész lánya Marlene az egyik falusi és Frenchy kivételével mindenkivel végzett. Markon pedig halálos sebet ejtett, akit az egyiptomiak egy közeli templomba vittek. Itt a holdisten szobra előtt vette utolsó lélegzetét, mielőtt megállt volna a szíve, de Honsu feltámasztotta. Gyakorlatilag így született meg Holdlovag, Honsu földi avatárja, aki egyből magára öltötte az istenség szobrára terített ezüst színű köpenyeget, majd leszámolt Bushman csatósaival, de a gazvickónak sikerült meglépnie. Marlin és Mark idővel egymásba szerettek, majd Frenchyvel együtt New Yorkba költöztek. Itt készült el Mark jellegzetes holdlovag ruhája is. Hősünk szerencse játékból alaposan meggazdagodott, ami megfelelő anyagi fedezetet nyújtott a bűnüldözéshez. A korábban említett alternatív személyiségei itt jutottak fontos szerephez. Stephen Grant lett a dúsgazdag milliomos, aki finanszírozza az akciókat, illetve otthonosan mozoghat a felsőbb körökben. Jake Lockley pedig a helyi taxis, aki az utcán összeszedi a megfelelő infókat. Mindeközben Mark eredeti személyisége egyre inkább háttérbe szorult. Első komoly megbízatása Jack Russell elfogása lett. Russell az a vérfarkas, akit a Marvel képregények világában a Werewolf by Night néven szoktak illetni. Mark sikerrel járt, elsősorban ezüst tüskékkel kivert harci kesztyűi miatt. Rájött azonban, hogy megbízója, a bizottság nevezetű cseppet sem jó szendékú szervezet valójában csak kihasználta őt, mert igazából Jack Russell húgát is vérfarkassá akarták változtatni. Russell és Mark Spector végül együtt számoltak le a bizottsággal. Ha figyeltetek, akkor nektek is feltűnhetett, hogy tulajdonképpen bezártunk egy elég nagy kört, mivel időrend szerint most érkeztünk el a Werewolf by Night képregény sorozat 32. számához, amiben legelőször találkozhattunk Holdlovag karakterével. Ez a megoldás egyébként egyáltalán nem egyedi. Gyakran csak jóval első színrelépésük után kapják meg teljes eredet történetüket a szuperhősök. Holdlovag rövid időre csatlakozott az oltalmazók csapatához, vagyis a Defendershöz, de Pókemberrel és a Fantasztikus 4-esből ismert lénnyel is volt közös kalandja. Sikerült rács mögé juttatni a Bushmant, és olyan ellenfeleket szerzett magának, mint Midnightman vagy Morpheus. Megmentette a nyugati parti bosszúállókat, miután a csapat egy időutazás következtében a fáraók korabeli Egyiptomba került, majd csatlakozott is hozzájuk.
amíg a bosszúállók sorait erősítette, románc alakult ki közte és Tigra között. Holdlovag ezt követően is számos izgalmas kalandot kapott az íróktól, például másodszor is meghalt, majd ismét feltámasztotta őt Honszu. Nekünk azonban haladnunk kell, és nem árt, ha közelebb kerülünk az utóbbi évek képregényeihez. Ezért most ugrunk egy nagyot az időben, így jutunk el Bushman és Holdlovag nagy összecsapásáig, mely során Bushman húzta a rövidebbet. Durva küzdelem volt, amiben Bushman eltörte, összeroncsolt a Holdlovag lábait, Mark pedig egészen egyszerűen lenyúzta Bushman arcát. Később kiderült, hogy Bushmant az újjá alakult bizottság küldte rá a Holdlovagra, akik utána Taskmastert vagy kiképzőt is ugyanezzel a feladattal bízták meg, de ő sem járt több sikerrel. A szuperhősök első polgárháborúja nagyjából elkerülte Holdlovagot, a konfliktus lezárása után pedig Mark úgy döntött, hogy aláírja a szuperhős regisztrációs törvényt egészen egyszerűen azért, hogy a rendvédelmi szervek ne zavarják meg bűnüldözés közben. Így is összetűzésbe keveredett azonban a Thunderbolts vagy Mennydörgők nevű egykori bűnözőkből álló csapattal, és meg kellett játszani a saját halálát azért, hogy Norman Osborn, az egykori zöldmonó bandája ne vadásszon rá tovább. A Dark Reign nevezetű képregényes korszak, vagyis Norman Osborn sötét rémuralma alatt visszatért New Yorkba, és finomított egy keveset a módszerein. Immár nem ölt, ha bűnözőkkel harcolt, így megnehezítette Osborn dolgát, aki ki akarta iktatni Holdlovagot. Persze Norman Osborn-t nem zavarta, ha a törvénytelen eszközökhöz kellett nyúlnia. Pár szupergonoszt bízott meg Holdlovag likvidálásával, például azt a Hoodot, aki magát Bushmant is feltámasztotta. Bushman és Holdlovag között így sor kerülhetett egy újabb leszámolásra, aminek az lett a vége, hogy Bushman gyomrát keresztül szúrta egy géppuska. Mark ismét le akarta nyúzni Bushman arcát, de megjelent előtte Honszu, így a csonkolás végül elmaradt. Norman Osborn bukását követően Steve Rogers, azaz Amerika kapitány elkezdte újra szervezni a szuperhős közösséget és a bosszúállók csapatot is. Létrehozott egy új formációt, a Secret Avengers-t, vagyis a titkos bosszúállókat. Ebben a csapatban kapott helyet Holdlovag is. Az elkövetkező években Mark disszociatív személyiség zavarának állapota eléggé ingadozott. Volt, hogy egy Echo-val közös kalandja során, őt ugye az MCU sorozatok nézői a Hawkeye szériából ismerhetik, teljesen új, pókemberen, rozsomákon és Amerika kapitányon alapuló személyiségei bukkantak a felszínre. Még ezeknél is izgalmasabb azonban a később megjelent Mr. Knight személyisége, amit az előzetesek alapján a Moon Knight tévésorozatban is látni fogunk. Ez az öltönyt és maszkot viselő persona volt az, aminek a bőrébe bújva elkezdett együtt dolgozni egy Flint nevű rendőrnyomozóval. Közben persze a Holdlovag személyiség sem tűnt el, csak egyszerűen megmaradt Holdlovagként a klasszikus igazságosztó szerepkörben. Ebben az időben egyébként egy másik magyarázatot is kaptunk Mark különféle személyiségeire. Lehet, hogy nem is szenved disszociatív személyiségzavarban, hanem egészen egyszerűen az a baj, hogy az egyiptomi holdisten megszállta az elméjét, a tudata pedig így próbálja valahogy megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Nagyjából akkor rendeződtek a dolgok, amikor Honszu látszólag egy képzeletbeli elmegyógyintézetbe küldte Markot és szövetségeseit, ahol végleg fel akarta őrölni a hős tudatát, hogy elméje megtörése után teljesen átvehesse az irányítást a teste felett. Valójában azonban mindez csak Mark elméjében játszódott le, így akarta tudata egyszer s mindenkorral leszámolni az őrülettel. Mark rájött, hogy egy megoldás van, nem harcolnia kell a különböző személyiségei ellen, hanem magába kell fogadnia őket. Ezt felismerve megbékélt betegségével, és végérvényesen átvette az irányítást összes személyisége felett. Nagyon sokan hasonlítják Holdlovagot Batmanhez, és ezek a párhuzamok egyáltalán nem véletlenek. Mindkét hős főleg éjszaka tevékenykedik, civilben mindketten milliómosok, nincsenek emberfeletti képességeik, ugyanakkor képzett harcművészek, és vagyonuknak hála egy rakás menő tech kütyűvel rendelkeznek. Még fegyvertáruk is hasonló, csak Holdlovag beterengek helyett ezüst félholdakat dobál. Nagy különbség azonban, hogy míg Batmannek nagyon komoly morális kódexe van, Holdlovag a történetei nagy részében egyáltalán nem riad vissza a brutális erőszaktól, sőt, akár a gyilkosságtól sem. Nem sok szuperhős nyúzza az ellenfelei arcát, ezt meg kell hagyni. Honszu és a Holdlovag kapcsolata sem volt egyébként mindig felhőtlen. A 2020-as The Age of Khonshu történetszál folyamán ugyanis Holdlovag megölte a pokol urát, Mephistót, aki elvileg a világ végét okozta volna, majd hatalmát átadta Honszunak. A holdistent teljesen megrontotta ez az erő. Elfoglalta Manhattant, amit egyből át is alakított új Thébává, és innen indulva akarta meghódítani az egész világot. A bosszúállók legtöbbjét elfogta a holdisten, Holdlovag azonban sikeresen magához hívta a főnixerőt. Tudjátok, Jean Greynek van ezzel a kozmikus hatalommal közelebbi kapcsolata az X-Menből.
majd ennek segítségével le is győzte Honsut. Persze nem maradt sokáig övé a főnixerő, de ez nem is gond. Épp elég izgalmas történetszál kapcsolódik így is jelenleg a Marvel Comics kiadványaiban ehhez a kozmikus entitáshoz. Holdlovag legújabb képregény sorozata, a 9. Moon Knight széria jelenleg is fut az Egyesült Államokban. Ebben épp most kezd újra idézőjelesen összebarátkozni Mark és Honsu. A sztori szerint Holdlovag Manhattanben maradt és létrehozta a Midnight Mission nevű gyülekezetet, melynek ajtaja mindig nyitva áll azok előtt, akiknek segítségre van szükségük. Mark Spector gyakorlatilag átvette Honsu szerepét, és az éjszakai utazók védelmezője lett. Nem tudni persze, hogy Holdlovag több évtizednyi képregényes történetéből mennyit vesz át a Disney Plus-os Moon Knight sorozat, de elég valószínű, hogy a sarkalatos pontokon azért bőven lesznek majd áthallások. Tipp, mire számítotok a Moon Knight TV sorozattól? Sikeres lesz, vagy bukdácsolni fog? Meséljetek nekünk lent a kommentek között. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!